Hello, hello, szia, csodaszép estét, reggelt, napot, bármikor is nézed ezt a videót. Nálam most este van, egy fantasztikus nyári este, 2021. július 13-án, javában tombol a nyár, és beindult a szezon a Balatonnál. A víz újra 25 fok feletti, úgyhogy már lassan túl meleg. Közben a kriptopiac esik. Közben hangtesz lemegy, kriptopiac esik már a második napja, és ugye ez rendkívül furcsa, mert hétvégén egész jól tartotta magát, egész pluszban voltak az altcoinok is, most viszont ugye semmi olyan különösebb nagy hír nem volt, de mégis enyhén esik a piac, és a jelek szerint komolyan megy az akkumuláció, úgyhogy ebbe fogunk ma bele tekinteni. Hogy is néz ez ki, és hogy miért nem szabad pánik eladni. Képernyő megosztást indul. Kezdjük a kedvenc bubis csártunkkal. Látjuk, hogy a piac ugye zömében pirosban van, 5-10%-os mínuszokban vannak az altcoinok, 1-2 altcoint látunk pampolni. Többen vannak páram, mint délután, amikor angolul csináltam a live-ot. Sierra, ugye a crypto.com-on most van egy ilyen akció, mai nap záró, hogy ugye 50%-os áról lehet venni, ha jól emlékszem, talán Matic-et, de egyébként annyira nem jó buli, mert nem csak Sierra-t kezdték el, hanem kereskedni is kell egy bizonyos volumenbe, úgyhogy azt gondolom egyébként, hogy más exchange-eken jobban lehet, például a Probiton, erre majd beteszek egy linket, vagy lehet, hogy csinálok egy külön videót, ott most Ethereumot lehet majd fél áron venni, de valószínűleg csinálok majd arról egy rövid kis szösszenetet. A One Harmony szépen megy, Ontology, ugye OKX-nek a coinja, Algorand, HBAR, Axis Infinity, nagyon-nagyon megy, ugye NFT projekt nagyon-nagyon megy, többen már shortolni kezdték, de úgy látom, hogy egyelőre nem sikerült, és a sorttal megégették magukat. Csapjunk bele, nézzük meg a kedvenc indikátorunkat, a FEAR, a félelem és mohóság indexet. Látjuk, hogy maga a piac azt tükrözi, hogy több mint 50 napja, 10 és 25 között van az index zömében, azaz az extrém félelem kategóriába, úgyhogy nem nagyon mozdult ki, teljesen kezd ellaposodni, látjátok, múlt héten folyamatosan 20-nál volt, picit följebb, mert talán tegnap 25-re, most megint visszajött 20-ra, úgyhogy beragadt 20-ra az index, és ugye ez azt jelenti, hogy az extrém félelem jele annak, hogy a befektetők aggódnak, viszont ugye, amikor a befektetők aggódnak, az általában nagyon jó vásárlási lehetőséget jelent. Nézzük meg nagyobb időtávon, látjuk, hogy azért egy jelentős időt már itt töltöttünk, hasonló volt a tavaly márciusi koronadam, és ugye a 2018-as válság. Oké, nézzük a híreket. Első hírünk, hogy a Bitcoin Ethereum erős korrekcióban vannak, ugye talán tegnap vagy tegnap előtt volt a videóban, hogy egy ilyen vihar előtti csend van, nagyon alacsony a volatilitás, ugye hétvégén csak egy 700 dolláros sávban mozgott a Bitcoin ára, és egyébként ez ugye azt jelenti, hogy egyre inkább várunk valamilyen irányba egy komolyabb elmozdulást, és ugye a kulcs támasz szinteket kell figyelnünk. Ugye Bitcoin 4,22-vel ment le, ugye benéztünk így az alsó 32 ezer dollár irányába, azóta Ethereum ugye 8%-kal ment le, és ugye törtünk pár támaszt, értelemszerűen a 33-at is törtük lefelé, jelenleg ugye 32 ezer felett vagyunk, de ugye a fő támasz ez a 30 ezeres szint, a 30 és a 28 között azért ott komolyabb vételi erőre számíthatunk, egyébként délután például a Binance-en egész komoly vételi erő jelentkezett, de aztán úgy néz ki, hogy nem volt ez elegendő. Ugye Ethereumnál a 2400-tól most egyelőre elbúcsúztunk, benézett 2000 alá, ugye 1900 körül mozog, és ugye itt hasonlítjuk azt is, hogy a jelenleg
az S&P 500-hoz hasonlítva, ahogy a Bitcoin hogy teljesített, most viszont ugye éppen teljesen egy oldalazásban van az elmúlt időszakban. Jelenleg messze van az összes mozgó átlag, meg volt a Death Cross, úgyhogy mind az 50-es, 100-as, 200 napos mozgó átlag alatt vagyunk. Ethereumnak ugye fő ellenállása 2300 lesz, de majd ránézünk külön a TradingView-n, ugye ott sokkal több infót tudunk meg. Akkor van egy kedvenc elemzőnk, a holland Michael van den Poppe. Szoktam nézni a YouTube-on, általában pozitív, meg úgy rendben van. Jelenleg ő azt mondja, hogy a 738 ezer irányába fogunk menni. Hát egyelőre ugye a mostani kép nem ezt takarja, közben látom, hogy mit írtok. Oké, szuper. Örülök, hogy írtok a chatben, úgyhogy feltétlenül nyomjatok lájkot, iratkozzatok fel, és feltétlenül kommenteljetek is, remélem most a hang frankó rendben van. Nem zavar, Csabát nem zavar, hogy esik a piac, remek lehetőség a vásárlásra, úgyhogy én is úgy vagyok vele, hogyha most végig menjünk a pontok, akkor meg fogod érteni, hogy mit csinálnak a nagyok, az intézmények, a nagy befektetők. Ők mindig akkor vásárolnak, amikor a piac nagyon félelemmel teli, és most ilyen a piac. Nem akkor kell venni, amikor mindenki fomózik, hanem most. Csak ugye maga a pszichológia ezt nehezen lehetővé teszi, vagy nehezen teszi lehetővé, mert ugye mindig ellentétesen akarna az ember cselekedni, mint ami valójában jó neki, mert ugye van egy csorda szellem is, hogy ugye mindenki happy, mindenki ugye mohó, mint ahogy az index is mutatja, hogy éppen mindenki fél, és hogy általában a csorda szellem szerint. Meg ugye a félelem egy nagyon érdekes érzelem, mert ugye kiírt mindent, és a legjobb, hogyha a félelmet teljesen eltávolítod. Szóval ha kriptózol, akkor a félelmet teljesen el kell távolítanod, mert valószínűleg rámennek az idegeid. Természetesen, amikről itt beszélünk, az nem pénzügyi, meg nem befektetési tanács. Azért van, hogy te okosodjál, ügyesebb legyél, és ebben a fantasztikus iparágban azért profitáljál, mert ez egy vissza nem térő lehetőség, ilyen szerintem 1000 évben egy ilyen jellegű dolog van, aminek részese lehetsz. Ez körülbelül, amiben most benne vagyunk, ez olyan, mint amikor az internet elindult. Tegnap egyébként ezt mondta Steve Wozniak is, ugye az Apple-nek a társalapítója, hogy a Bitcoin, meg a kriptot úgy látja, mint annak idején az internetet, egy ugyanolyan fantasztikus dolog, a technológia, a matek mögötte és minden egyéb. A 50, visszatérve az elemzésünkre, ugye, akkor a Michael van den Poppe azt szerinte 38 ezerre fogunk menni, egyébként mást nagyon nem fejtenek róla ki, ugye mindenki tag rész ijeszget. Én is csináltam egy videót a Grace Care-ről, amit hogyha megnézel, akkor szerintem vasárnap készült. Feltétlenül nézd meg, mert nagyon érthetően elmondom, hogy mi is ez a Grayscale, miért nem kell tőle félni, itt van Grayscale, lejárat fel vagy le, ezt feltétlenül nézd meg, és akkor közben, ha már itt vagy, kérlek egy lájkot, feliratkozást, és itt szépen alul kommentelgetni, hogy bullish vagy, bearish vagy, medvés vagy, nyaralj szépen vagy, vagy felhamozol. Oké, szóval az a lényeg, hogy visszatér ide, a REC Capital azt mondja, hogy az 57-es, exponenciális mozgó átlag egyelőre tartja a bitcoint, hogyha azt lefele eltörnénk, akkor az bearish jel lenne, és itt ugye találom be jelölt ezt az úgynevezett head and shoulders, ugye, ami egy nyakfej vál alakzat, ami szerintem elég képtelenség, mert ugye ez a célár, ez mínusz 5000 dollárt adna, szóval azon ezt el lehet felejteni, de mindesetre itt beazolt egy horizontális ellenállást is, de ugye ezt többször átszúrtuk már lefele, és mindig visszajött. Ugye ezek, ha jól látom, ezek heti gyertyák. Oké, akkor Michael van den Poppe azt mondja, hogy szerinte lesz egy kitörés felfelé, és nem csodálkozna, hogyha a Bitcoin 38 ezer dolláron kedne a héten. Még egyszer mondom, egyelőre ez elmaradt, de az is lehet, ugye, hogy kitörhet, mert egy ilyen lefele tartó égalakzatban van a Bitcoin. Ugye itt azt látjuk a különböző színekkel, hogy hol milyen megbízások vannak, látjuk, hogy a legtöbb megbízás ugye ezen a mostani 32-33 ezer szinten van elhelyezve. Jó.
Hát, hogy a 42 ezer dollár az még egy távoli ellenállást, ezt egyelőre azt gondolom, hogy elfelejthetjük, de tudni kell, hogy a 30 és a 40, 30 ezer és a 42 ezer dollár között vagyunk, és akkor itt kapásban emlékeztetnek minket, hogy 32.357-nél jár jelenleg az árfolyam. Oké, következő hírünk, Bitcoin ára leesik 33 ezer dollárra, de az on-chain, ugye a blockchainből kivett adatok, azt mutatják, hogy a felhalmozás igenis folytatódik, és megy, és megy, és megy. Úgyhogy ami fontos, megemelkedett a hashrate, és az exchange-ekről áramlik ki a bitcoin, azaz vonják ki az exchange-ekről a bitcoint. Ez mit jelent? Ugye akkor szokták kivonni, ha nem akarják eladni, hanem tárolni akarják, ugye cold walletekben, ledger nano, vagy egyéb alkalmatosság gomb. Ugye 33 ezer dollárról szólnak itt, hogy azt most egyelőre elvesztettük, picivel alatta vagyunk, ugye 55%-kal esett a hashrate ugye a kínai leállás miatt, viszont az, hogy egyáltalán a bitcoin ezt kibírta, hogy jóformán Kínában teljesen bezárták a bányászatot, az oké, hogy leesett a hashrate, de a számítási kapacitás, hála Isten most éppen nem volt annyi tranzakció egyébként a bitcoinon, hogy ebből a nagy probléma legyen, viszont látjuk, hogy már el is indult fölfele a hashrate, ez azt jelenti, hogy a bányászok az eszközeiket eredményesen átvitték máshová, zömében Amerikába, Európába, más országokba, és üzembeállították, és működnek. És azt gondolom, hogy ezt kibírta a bitcoin, akkor innentől mindent kibír, és ez egy nagyon nagy teszt volt. Ennek jobb egyébként, hogy itt történt volna meg, mert mindenki tudta, hogy annyira nem jó, hogy Kínában van a túlsúly, de értelemszerűen senki nem tudta volna azt elérni, hogy ez így megtörténjen, most megtörtént, és azt gondolom, hogy ez teljesen frankon itt rendben van. Ugye itt látjuk a nettó kiáramlás-beáramlás, látjuk, ugye ez volt egy nagyon nagy kiáramlás, és most is van kiáramlás. Egyébként naponta 2000 darab bitcoin hagyja el a tőzsdéket, erről még szerintem lesz még egy cikkünk. 2000 darab bitcoint átlagban kiutalnak naponta most a tőzsdékről. Itt is ugye azt látjuk, hogy a tőzsdéken lévő tartalék és a bitcoin ár a tőzsdékről megy kifele a pénz. Oké. Következő cikkünk. Glassnode, ugye ez is on-chain elemzés lesz, ez is arról szól, hogy akkumulációs módban van a bitcoin, itt sajnos nem osztanak meg chartot, valamiért a CryptoPotatoz nem nagyon szeret sem képeket, sem chartokat megosztani. Ugye már előtti csend van, ugye minden piacon, mind a spot, mind a derivatív, on-chain, szóval minden azt mutatja, hogy ilyen, mintha érdektelenség lenne, de hát tudjuk, hogy ez pont ez a legjobb, mert ugye akkor szokott el a nagy mozgni, amikor már mindenki annyira belefáradt, hogy már semmi nem történik. Úgyhogy ami fontos, hogy a bányászoknál is már átléptük azt, hogy a bányászok nettóban nem adnak el, hanem a bányászok is felhalmoznak, az megtartják a bitcoinukat, és annak reményében, hogy később többet ér, ennek reményében el fogják majd később adni magasabb áron. Oké, okay, ugye eladási nyomás, viszont ugye ez azt jelenti, hogy ezt megveszik, szóval felvásárolják, és azok vásárolják fel, akik szeretnek olcsón venni, úgynevezett smart money. Oké, okay, akkor ez a fractal, ez egy történelmi volatilitást mutat, és egy nagy mozgást jelez előre, egy nagy robbanást, hogy így mondjam. Oké, okay, ugye a történelem az nem mindig ismétli önmagát, de nagyjából ugye szoktak ismétlődni bizonyos trendek, és akkor van egy fraktál, amit itt mutat, és ugye van egy történelmi ármozgása, amit ugye ezekkel a görbékkel írnak le. Ugye ez látjuk, hogy mindig egyre laposabb, de valójában ugye talán a hosszúság, amit ugye hosszabb lenne. Ez a fraktál egyébként még körülbelül egy 250 ezer áros bitcoin árat valószínűsít, és ugye, hogyha ezt tesszük, ugye itt a mélyponttól, a medvepiac mélypontjától húzza, akkor ugye még messze van a csúcs. Egyébként itt annyi történt csak, hogy ez mindig egyre laposabb
lett. Ugye a volatilitás, ugye a történelmi volatilitás lecsökkent, látjuk azt, hogy ezen időszakokban jelentősen lecsökkent a volatilitás, nem nagyon mozog az ár, és ugye utána mindig van egy mozgás. És ugye látjuk azt, hogy most is körülbelül egy olyan fázisban vagyunk, hogy lecsökkent ez a volatilitás, és ugye ha például ezt ide húzzuk be, akkor körülbelül most itt lehetünk, mint ahol itt voltunk 2017, nem látom pontosan, talán májusában, és akkor ugye onnan indulhat meg majd egy komolyabb mozgás. Jó, ugye ezek a parabolikus köröket írja le, és ugye ezen időszakokban a volatilitás teljesen lecsökken, és utána egy újabb sebességre kapcsol, ugye látjuk, hogy itt is alacsony volt a volatilitás, itt is, és ugye utána mindig egy újabb sebességre kapcsolt. Ugye a volatilitást ez az alsó ábra mutatja, hogy mikor alacsonyabb, és itt vannak ezek a trendvonalak, amiket berajzolnak, és amikor érint, ugye akkor várhatunk arra, hogy utána egy nagyobb mozgás fog jönni. Következő hírünk. Az exchange-ekről naponta 2000 bitcoint vonnak ki, ugye ezt már előbb mondtam, ez egy frankó hír, úgyhogy az elmúlt 14 nap mozgó átlaga szerint az elmúlt két hétben naponta 2000 bitcoint vontak ki a piacról, és látjuk ugye a szürke a bitcoin ára, ez a piros-zöld vonal, ez pedig az exchange-eken való nettósított, az, hogy nettóban ott nő az összeg, vagy éppen kijönik az összeg. A zöld az növekszik, látjuk, hogy a májusi esésben mennyi áram volt be, mindenki küldte be, mert el akarta adni, eladta, vagy éppen megvette, és most meg küldik ki. Ez az outflow dominance, ez azt jelenti, hogy ugye a kiáramlás dominálja, és hogyha elmúlt két hetet nézzük, akkor naponta 2000 dollárral csökken. Oké, következő hírünk. 7,3% a teljes bitcoin kínálat, amit a crypto exchange-eken tartanak, ez megfelel 1,5 millió darab bitcoinnak, főleg a Coinbase és a Binance-en vannak ezek a bitcoinok, és ugye továbbiakban folytatódik az exchange-ekről való kiáramlás, pedig még ugye egy picit medvés a hangulat. És ugye ez a kiáramlás, ez az akkumulációt, azt jelenti, hogy elindult újra az akkumuláció, azaz az emberek felhalmoznak a mostani szinteken, és jelenleg ugye a medvés territóriumban vagyunk az 50 napos, 50, 100 és 200 napos mozgó átlagok alatt. Ez a csárt, ez egy érdekes csárt, ugye ez azt mutatja nekünk, hogy ez a teljes bitcoin forgalomban lévő bitcoin mennyiség, 18,7 millió darab van forgalomban a 21 millió darabból. Tudjuk, hogy körülbelül ebből egy 4-5 millió örökre elveszett. Ugye tegnap volt egy hír, hogy valaki 400 ezer tonna szemetet akar megmozgatni, mert nem tudom, 5-6 éve a hard drive-át kidobta, amin 7500 darab bitcoin van, és meg akarja találni, és az, hogy ha megtalálják, akkor meg is éri, van rá egy hedge fund finanszírozza ezt neki. Viszont ennek csak 7,3%-a van az exchange-eken, azaz 1,5 millió darab bitcoin. Látjuk, hogy ugye így nézünk ki, a kék a Coinbase, ott van a teljes 1,5 millió darabnak a 40%-a, Binance-en a 20%-a, a Bitfinex-en 12%, és majd jönnek a kisebbek, és ugye tudjuk, hogy a decentralizált tőzsdéken, ugye ott valójában nincs bitcoin, hanem ott ugye a úgynevezett wrapped bitcoin, azaz becsomagolt bitcoin, amit az Ethereum láncon bocsátottak ki, és ez, amit így pluszban nekünk jelent, az, hogy ugye, ha jól emlékszem, 1-2% a teljes kínálat, 1-2% van már becsomagolt bitcoinban. Itt ugye ugyanazt látjuk az exchange-ekről való kiáramlás, csak egy másik mutatóval. Látszik, hogy 140 ezer áram volt be, amikor a csúcsokhoz képest ugye jött az esés, ugye 140 ezer bitcoin küldtek be, amit ugye eladtak,
most meg az elmúlt hetekben 40 ezer darab bitcoin áramlott ki, ugye ez a körülbelül napi 2000-re jön ki, ugye ez tovább folytatódik, lehet, hogy ez aztán átmegy majd még nagyobb mennyiségben, jelenleg ugye körülbelül 40 ezer bitcoin áramlott ki. És ugye ez azt mutatja, hogy felhalmozás van, mert aki hosszú távra akarja, az felhalmoz, tartani akarja, hold wallet beviszi, valószínűleg, hogy exchange-e vette meg, és nagyon érdekes, mert lesz majd egy másik mutatónk is, majd mindjárt átmegyünk a Twitterre a végén, ami azt mutatja, hogy az új userek száma viszont nagyon-nagyon növekszik, szóval valójában akkor ezek szerint jönnek kisbefektetők is, vagy ugye átlag kereskedők is, nem csak ugye a nagy bálnák. Mozgó átlagok alatt vagyunk, ami még ugye egyelőre kicsit medvés. Oké, Franco, ez egy Franco report volt, és érdekes, hogy az Ethereum-tól volt, szóval az Ethereum World News, egy Ethereum médium hozta ezt le, nem egy bitcoinos, vagy egy általános kriptos. A bitcoin elemző ugye azt mondja, hogy ez a kínálati sok fog jönni, és ugye a csúcsra ért a exchange-ekre való bitcoin kihozatal, és ugye ezt Willy Wu mondja nekünk, ugye a Willy Wu és a Will Clementi, aki a két nagy ilyen on-chain elemző, mind a kettő volt éppen múltkor a Pompnak, szóval a hárman voltak az Anthony Pompliano és a Willy meg a Will egy podcasten, úgyhogy érdemes megnézni. Ez a bitcoin kínálati sok arány, ami ugye mutatja, hogy maga a bitcoin áram, illetve az exchange-eken elérhető mennyiség, ami ugye csökkenőben van, és ugye itt azt tudjuk megnézni, hogy miközben az ár csökken, a mennyiség is ugye ez csökken, és ugye ez egy kínálati sokhoz tud vezetni. Oké, ugye ezen azt látjuk, hogy az új userek száma növekszik, ugye van, látjuk, hogy mindig, amikor csúcson vannak, ugye ez volt a 2017-es csúcs, látjuk, hogy milyen parabolikus mozgásban ment át a user szám növekedés. Most éppen nem vagyunk csúcson, ugye voltunk egy köztes csúcson, nem vagyunk csúcson, de majdnem, hogy parabolikus a user szám emelkedés. Oké. És ugye maga az on-chain adatok valójában a ellentétes dolgot mutatnak, mint az ár. Szóval az ár lefele megy, az on-chain adatok meg mind azt mutatják, hogy valójában veszik, meg valójában az árnak fölfele kéne mennie, és előbb-utóbb az ár fölfele is fog menni. Ugye ezen a chartok ugyanúgy a bitcoin árát és az exchange-ekről való kiáramlást és beáramlást mutatják, úgyhogy ezt már megnéztük így nettósítva. Bitcoin egyenlegek exchange-eken, ugye ezt is néztük, hogy elkezdett szépen ugye csökkenni. Oké, jó. Következő hírünk, visszaszámlálás, hogy indul a Grayscale-nek a lejárata, erről feltétlenül nézd meg a vasárnap közzétett videómat, nagyon értelmesen, érthetően elmagyarázom, hogy miről van szó, és még egyszer elismétlem, hogy a Grayscale-nél nem adnak el bitcoint. Kibocsátanak részvényeket, akkor vesznek bitcoint, illetve sokszor az van, hogy valakinek már van bitcoinja, oda megy, leteszi a bitcoinát, és kap érte részvényt. De utána, amikor a részvény nem visszaváltják, és akkor cserébe, akkor majd eladjuk a bitcoint, és visszakapod a pénzedet, hanem a részvényeket kereskedik. És vagy prémiumja van, vagy diszkontja van, azaz vagy többet ér a névleges értékénél, vagy kevesebbet ér. És ugye ettől megy most a para, mert sokan ezt nem értik, és össze-vissza magyarázzák, de azt gondolom, hogy valamilyen szinten ezt tudatosan ijeszgetik a piacot, hogy értem szerint, hogy a bálnák, meg a nagy fiúk, intézmények szépen tudjanak vásárolni, nekik az jó, hogyha bitcoin nem egy 25-ig, vagy akár 30 ezer dollárig, mert frankó bevásárolnak, de ugye ez egy tökéletes dolog, ez a Grayscale lejárat, hogy ezzel lehessen ijeszgetni, és ugye itt benne vagyunk egyébként ebben a lefele tartó csatornában, ami ugye kitörhet fölfele is, de valójában a nagyobb esélye van kb. 80%, hogy lefele tör ki, mert ugye lefele mutat a trend.
Oké, ugye a fundamentális dolgok azt jelentik, hogy egyébként hogy a bitcoin erősödik, és hogy vissza kéne térnie. Ugye látjuk, hogy a hash rate leesett, ugye onnan már elkezdett emelkedni ugye a nehézség. A grayscale-es bitcoinokról van szó. Grayscale-es bitcoinokról megmutatok egy ilyen csártot, itt van a diszkont és prémium, látjátok, volt olyan időszak, hogy 30%-kal több bért adták, vagy akár 40%-kal több bért is forogtak ezek a grayscale-es bitcoin részvények a névértéknél. Most viszont ugye negatívban van az érték, körülbelül egy 15%, és ugye ez azt jelenti, hogy most olcsóban lehet venni. Szóval, ha valaki mondjuk vesz, akkor nem is bitcoint vesz, mert miért venne azt, hát 15%-kal olcsóban tud grayscale-es részvényt venni, aztán a bitcoin ára fölmegy, akkor nem csak visszajön neki nullára, hanem akkor valószínűleg, hogy megint lesz egy 20-30%-os vagy 40%-os prémium, szóval valójában a bitcoin áron kívül még megnyeri pluszban a prémiumot is, úgyhogy ezért ez egy fantasztikus dolog, és ugye, mivel nem adják el a részvényt, nem váltják vissza, vagy ahogy a bitcoint visszaadják, hanem a részvényt kereskedik, ezért ha nagyon-nagyon nem lenne a bitcoinra kereslet, ez lehet, hogy lemenne 50%-ig. Ha nagyon-nagyon van kereslet, látjátok, itt volt 40% is. Mikor? Január vagy december végén. Ugye december végén, amikor indultak ezek az alapok, akkor úgy látszik, hogy a túljegyzés volt. Oké, következő hírünk itt. Ez egy nagyon érdekes csárt. Van egy ilyen buy-sell volumen arány mutató, amit ugye főleg a tőkátételes exchange-ek, határidős exchange-eken használnak, ugye a szürke a bitcoinár, ez a mutató, mert ugye ez az indikátor azt mutatja, hogy amikor len van, akkor érdemes venni, amikor fenn van, akkor meg profitot realizálni, úgyhogy ahogy látjuk itt amit mutat, kvázi itt van mindig vásárlási zóna, és itt van eladási zóna, itt megint vásárlási zóna van, itt eladási zóna. Szóval pont amikor ez a launch zone van, akkor kell venni, amikor a take profit zónában van, akkor eladni, és ugye most látjuk, hogy egy hosszabb idő után, ami ugye take profit zónát jelzett, és kár, hogy ezt pont nem mutatták meg nekünk májusba, most hamarosan beérünk a launch zónába, ahol ugye lehet nyitni pozíciókat, vagy ahol ugye jobban számítható mondjuk egy-egy ilyen fölfutásra, mint amiket itt láttunk. A értem szerint itt is eltöltett pár hetet, vagy hónapot. Oké, ezt még nyitva hagyom, mert ez érdekes, lehet, hogy erről még olvasok majd pluszban. Oké, itt van, hogy a Bitcoin Bika piac mikor fog véget érni. Nicholas Merton elemző szerint, aki ugye a Datadash a csatornája, és ugye azt mondja, hogy messze nem vagyunk benne a Bika piacban, ugye, hogy mindegyik ciklus ugye tovább nő 11-13 hónappal, és innen még van körülbelül 12 hónapunk. Ugye a 47. hónap, ugye ez a halvinghoz méri, feltételezem, ez még ugye messze van 2022. novemberében, és akkor várja ő, hogy akkor fog elérni ebben a Bika piacban, ebben a ciklusban a csúcsot az árfolyam. Oké. És amikor látni fogjuk azt, hogy egyre több ember hitelt vesz föl, tőkátétellel jön, derivatív platformokon, ugye akkor fog igazából megindulni a rally. Hát erről most jelenleg nincs szó. Ugye negatív a funding rate, azaz például, hogy valaki tőkátétellel kereskedjen és nyisson egy long pozíciót, valójában azért fizetnek neki, hogy ugye az egész fölfutásban ugye ez pénzbe került időnként egész magas százalékba. Következő hírünk, a legnagyobb bitcoin bána, aki a legnagyobb mértékű bitcoinnal rendelkezik, a teljes kínálatból, jelenleg 27 hónapos csúcson van az, amit tart, ugye ez megint csak on-chain elemzésből nézték meg, azokat nézték, akinek 100 000 darabnál több bitcoinja van,
illetve azokat nézték, akinek 10 és 100 ezer között van. Erre itt két mutatót is fogunk majd mindjárt látni. A zöld a bitcoin ár, a sárga azt mutatja, hogy a bitcoin, amit birtokol, a 100 ezer dollár fölötti, 100 ezer, bocsánat, már hülyeséget mondok, a 100 ezer darab bitcoinnál többet birtokló bálák, bitcoin holdingja, vagy amit tartanak bitcoint január óta, amikor ez csak 0,75% volt az egész bitcoin kínálatból, megugrott, és 3,6%-ra ment föl. Szóval most gondold el, az, akinek 100 ezer bitcoinja van, mindjárt megmondom, mennyi 100 ezer bitcoin, hogy ez így nagyon nagy szám lesz, lehet, hogy ki se tudja írni a számológép, mondjuk 33 ezer dollárot megelőlegezzük. Ez mennyi? 3,3? Lehet, hogy nem jól látom. 3,3 milliárd dollár, ha jól számolom, de lehet, hogy amit nem jól számoltam, még egyszer kiszámolom. 100 ezer szorozva 33 ezerre. 3,3 milliárd dollárt jelent, szóval azon szereplők, akiknek 3,3 milliárd dollár fölött van bitcoinuk, nem hiszem, hogy sok ilyen van. Tudjuk azt, hogy például tegnap vett egy izraeli cég 2,3 milliárd dollárért, tudjuk azt, hogy a Michael Saylor, Michael Strategy-nek ugye van ennél egy kicsivel több, 100 ezer darab fölött, úgyhogy, de ők birtokolják a teljes kínálat 3,6%-át, és ami fontos, hogy a 0,75-ről megugrott, egyébként biztos vagyok benne, hogy a MicroStrategy-nek ebben nagy szerepe van. A kisebb játékosok, a 10 ezer és a 100 ezer közöttiek, viszont úgy néz ki, hogy ők már ebben a mostani Bika piacban elkezdtek eladni, azaz disztribúció történt, elkezdtek eladni, ők korábban 13%-ot birtokoltak mondjuk, és ugye ez lement 11%-ra, szóval valamennyivel csökkent a részesedésük. Oké, ez az exchange-ekről való kiáramlást mutatja, amiről már ugye korábban beszéltünk. Jó. Következő hírünk, jönnek a bankok és a pénzügyi intézmények, a Fidelity, ugye amerikai nagy pénzügyi konglomerátum, 70%-kal növeli a kriptos divíziójának a létszámát, és azért, mert szeretnék, hogy minél több, minél jobban ki tudják az ügyfeléket szolgálni, kifejezetten érdeklődnek az Ethereum iránt, és azt vallják, hogy a kriptoeszközök növekedni fognak, és az egész operációjukat, működésüket szervezik át arra, hogy ne csak hagyományos befektetéseket tudják nyújtani, hanem kriptot is. Itt már nem csak arról van szó, hogy bitcoin fogunk adni az ügyfeleknek, hanem kriptovalutákat is, digitális eszközöket, 100 emberük van már, aki ezen dolgozik, és különösen érdeklődnek az Ethereum iránt, elmondom neked, azért érdeklődnek az Ethereum iránt, ugye, amiért például a Signum Bank ugye stakinget ajánl az ügyfeleinek, hogy ugye staking 5-7%-os éves hozam, csak úgy, hogy az Ethereumot tartják, és ugye egy bank majd azt mondja, hogy mi őrizzük, mi kezeljük, stb. Stb. És el tud érte kérni akár 1%-ot, vagy valamikor a 1%-ot, úgyhogy ez mindenképpen azt gondolom, hogy a hagyományos pénzügyi szolgáltatóknak, bankoknak nagyon-nagyon vonzó, szerintem a DeFi is, de ezen belül ugye az egyszerűbb staking is, és ugye a JP Morgannek volt egy elemzése, hogy szerinte, ha jól emlékszem, 5 év volt benne, 5 éven belül 40 milliárd dollár lesz stékelve, azt gondolom, hogy ez még akár kevésnek is bizonyulhat, de lehet, hogy 3 évet mondtak. Hajrá, Fidelity, egy-két bank igazán szépen érkezik, míg más bankok ugye megtiltják, hogy mit tudom én, nem lehet Binance-ra utalni, mert most ők így járnak el, addig más bankok viszont egész komolyan jönnek a kriptóba, és tanulják, és veszik fel az igazi azokat az embereket, akik a kriptóból jönnek, és értik ezt az iparágat. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy vagyok ex-bankos is, szóval értem a hagyományos pénzügyeket, és vagyok kriptos is, úgyhogy a legjobb. Mind a kettőre van rálátás, viszont ezt szeretem, mondom, tudod miért. Na, a Bank of America is érkezik, azt mondja, hogy ugye ebben a
unikális, ugye magyarul nem tudom, hogy mondjuk a unikális, ugye, hogy ilyen kifejezetten kiváló pozícionált eszközosztályban mindenképpen érkezni akar. A kriptovaluták és a digitális eszközök a leggyorsabban növekvő technológia, ekoszisztéma, és ugye itt kifejezetten előnyös helyzetbe akarják pozícionálni magukat, úgyhogy érkeznek. 3,3 milliárd dollár dolcs, igen, jól számolt a Csaba, igen, annyi. Úgyhogy érkeznek a bankok, ugye látjuk egyre több svájci bank, német bank, amerikai bankok. Talán néha egy-egy hír volt mondjuk ázsiai bankokról, talán szingapúri bankokról volt hír, lesz ma még egy ausztrál hírünk, úgyhogy érkeznek a bankok. Egyébként maga egy Európai Unió, meg Németország, Svájcon kívül nem nagyon hallani úgy semmit. Azt gondolom, hogy az angolok úgy el vannak úgy magukkal, hát angolok ugye az Európai Unióból is kiléptek, szóval nem hiszem, hogy London sokáig pénzügyi központ fog lenni. Meglátjuk, hogy igazából már nem is kell pénzügyi központ, mert nem kell iroda. Ugye tudjuk azt, hogy a balhé azért indult meg, a Binance üldöztetése azért indult meg, ugye erről is volt egy videóm múlt héten, mert ugye a Binance-nak nincsen székhelye, nincs egy ilyen nagy irodaháza, nem lehet neki oda küldeni a tértivevényes levelet, hogy elnye-belnye valami nem tetszik, hanem ugye lehet neki írni egy e-mailt, aztán válaszolnak, mert ugye felhőben dolgoznak, csak úgy, mint ugye az egész kriptovilág egy felhőben van, nem kell ahhoz egy ilyen nagy épület, millió alkalmazottal, rezsivel, papírral, nyomtatással, hát nem tudom, elmész egy bankba számlát nyitni, elképesztő, ugye én már több mint 10 éve nem dolgozok bankba, akkor is töménytelen mennyiségű papírt fogyasztott egy bank, de azt gondolom, hogy most ez nem csökkent semmivel, mert múltkor voltam benne egy ügyletet intézni, hanem lehet, hogy még nőtt is a papír mennyiség, de hát szeretik a papírt, miközben ugye az új technológiák meg papírmentesek, szóval környezetbarátok, de legalább pár bank tényleg jön, és reméljük, hogy ők akkor átszoknak a papírról a kriptóra. Érdekes hír, egy amerikai szenátor Bitcoinba és Ethereumba fektet a Grayscale-en keresztül. Szóval nem kell megijedni, hogy a Grayscale így meg úgy jön, és a szenátor megveszi a Grayscale részvényeket. Na, hát a Patrick Toomey nevű szenátor nyilvánosságra hozta, hogy befektetett a Grayscale Bitcoin Trustba és az Ethereum Trustba, és ugye ez most hozta nyilvánosságra. Múlt héten egyébként egy másik kongresszusi emberke, Barry Moore, ugyanúgy nyilvánosságra hozta, hogy ő megbefektetett az Ethereumba, a Cardanoba, meg a Dogecoinba. Azt gondolom, hogy vegyes hírek jönnek, vannak ilyen szenátorok, olyan szenátorok. Tegnap volt, hogy az Elizabeth, nem tudom kicsoda, az idős hölgy, aki ugye az SEC-t kényszeríti arra, hogy július 28-ig azonnal szabályozza a kriptokat, meg nem szeretem a kriptokat, és azonnal betiltani, szabályozni, ugye ezt nyomatja már egy ideje, még ugye vannak más szenátorok, akik vesznek, sőt, Wyoming szenátora Chrystia Luminz, ugye ő meg kifejezetten bátorítja arra, hogy legyen a nyugdíj alapotban bitcoin, ezt ajánlja az amerikaiaknak, meg hát gondolom, mi is megfogadhatjuk ezt a tanácsot, meg hogy a dollár mögé be kéne tenni a bitcoint, mint tartalék, feltétlenül nézd meg azt a videót, ahol ugye arról beszélek, hogy a dollár mögé a bitcoin, mint tartalék valuta, Cynthia Luminz-től bármilyen videón van talán 2-3 is, amiben ő kifejezetten őt tárgyalom, nézd meg, nagyon érdemes, ő a Wyoming állam kormányzó, és Wyoming már egy DAO létrehozott, egy decentralizált szervezetet is, és ugye deklarálták, hogy kripto, meg stb. Oké. Ausztráliában egy online broker, a SafeWealth elindítja a kriptokereskedési szolgáltatását. Ez a legnagyobb online broker, valójában egy pénzügyi szolgáltató, és ugye vagyonteremtő platform, stb. Nagyon jó kis imidzset csináltak hozzá, és ugye ő itt fogja nyújtani a kereskedést, meg gondolom mindenféle egyéb dolgot. Ez valószínű, hogy ilyen applikációszerű valami lesz, mint nem tudom, a Robinhood, meg ugye hát talán Magyarország, mondjuk a Revolutot tudnám hasonlítani, de azért az sem annyira kriptos applikáció, de mondjuk az eToro tudnám még mondani, ami ugye egy Forex platform volt, és ugye kriptosodott ő is. Úgyhogy Ausztráliában is van már ETF, ugye Exchange Traded Fund, és most jön ez az online broker cég is.
Következő hírünk, ugye a DeFi tokenek, Aave, Synthetix, Thornchain, ugye Thornchainnek a Rune a tokene, nagyon szépen mentek, és ugye egy szép rallit vittek véghez, és ugye ami fontos ebből, hogy itt most elemezgeti meg ár, egyebek, szóval nagyon egyéb dolgokat nem írnak. Ugye az egyéb UMA, Farm, meg ugye az egyéb DeFi tokeneket emlegetik. Igazából mindegyik DeFi-t érdemes, mindegyik DeFi-ban érdemes valamennyit, mert mindegyikben egyre több forgalom van, egyre több a TVL, ugye a Total Value Locked, ugye a lekötött érték, lehet farmolni, lehet stékelni, lehet likviditást adni, lehet azon keresni, úgyhogy a farmról ugye lesz majd egy külön videó, de akkor ugye aznap nem fogok jönni napi hírekkel, mert annyi időt nem tudok ugye mind a két videóra rá szentelni, de lesz egy DeFi-os videó, farmolás, meg egyebek, viszont ugye ott érdemes azért még bőven mellé tanulnod, mert az nem elég, szóval el kell odáig jutnod, hogy egyáltalán tudjál farmolni, de ha már tudsz, akkor mindenképp segítség erre lesz. NFT, Nifty platform, partnerkedik a Warner Bros-tól, ugye ezt tudjuk, hogy egy nagy film stúdió, vagy nem tudom pontosan, mit csinál Warner Bros., ilyen szórakoztató film stúdió Amerika, hogy a legtöbb amerikai filmet nézel, akkor a legtöbbnek ők a nem tudom, producerei, vagy akik csinálják a filmet, és ugye a Warner Bros-szal csinálják ezt az NFT-s témát, és ugye maga a Warner Bros. Nagyon-nagyon oda van ezért az új technológiáért, ugye nagyon érdekli, és hogy a jövőt ezt föl fogja rázni, és ők szeretnének akkor benne lenni az NFT-be, ezért partnerkednek, úgyhogy egyéb érdekes hír, ugye ami talán két hete volt hír, hogy az NFT értékesítés elért a 2,5 milliárd dollárt. Egyébként egyre több olyan dolog van, ugye, hogy most oké, sokan mondják, hogy medvepiac, meg esik, meg oldalazó piac, nem lehet kereskedni, viszont ugye a Rarible-on például lehet NFT-ket adni, venni, most nem is tudom, volt valami macskás ilyen NFT-mánia, úgyhogy lehet, hogy majd arról csinálok egy külön videót, nem vagyok egy ilyen nagy NFT-mániás, meg nem voltam CryptoKitties mániás sem, meg memecoin mániás sem vagyok, viszont az NFT-be akkor bele fogok majd nézni, és mutatok nektek. Értem, szóval az is kockázatos, mert lehet, hogy megveszel valamit, aztán utána nem kell a kutyának se, de az is lehet, hogy megveszel valamit, éppen azt fölkapják azt a szériát, és akkor utána el tudod adni, vagy ha van művészi hajlamod, akkor csinálsz te egy NFT-t, nézzen jól ki, legyen grafikailag jól, esetleg zenéjen, legyen színes, szagos, nem tudom, és akkor ha jól meg tudod marketingelni, akkor még el is tudod adni jó pénzért, főleg, hogyha egy szériát csinálsz majd. Frankó, látom, hogy már 20-an nézitek a videót, csak 12 lájkunk van, úgyhogy nagyon gyorsan nyomjuk, kérlek, 8 lájkot. Oké. Na, Memecoinról beszéltünk, úgyhogy akkor itt a Shiba Inu, Shiba Swap, ugye elindult a Shiba Swap, és egyből azt okozza, hogy az Ethereumon a gáz ár megugrik, úgyhogy tudjuk azt, hogy a gáz ár akkor is megugrott, amikor a Shibát fölpampolták nem tudom milyen magasságokba, most ugye viszont megindult a Shiba Swap, és több mint 1 milliárd dollár értékben kötöttek le tokeneket, kezdtek el farmolgatni, mindjárt megnézzük, hogy hol van a Shiba Farm, valahol itt nyitva volt nekem, de valamiért nem tölti be, nem tudom miért. Ugye itt tudod a Shiba token, meg még van másik két tokenjük, a Bone, ugye csont, meg még talán Leash, vagy nem tudom mi a harmadik token, ezeket be tudod tenni poolba, Ethereummal, meg mindenféle egyéb formációba, és akkor azon tudsz keresni. Megmondom őszintén, mivel Ethereumon épült, úgy itt azért elég drága a gázdíj, szóval ez nem azt gondolom, hogy annyira nem feltétlenül jó választás, akkor inkább lehet, hogy már más platformot, akár Matic-et vagy Binance Smart Chain-t használni, de jelen nekem be se jön az oldal, úgyhogy akkor sokat nem foglalkozunk vele. Kicsit itt ránézünk, megmutatom nektek, hogy ha már gázárokról beszélünk, akkor mit látunk itt. Ugye itt látod a gázárakat, azt látod, hogy 36 gigabyte, 1,46 dollár most egy Ethereum küldés, egy ERC20-as, az egy Ethereumon épült token küldése 4,5 dollár, egy Uniswap
csere az 14 dollár átlagban, hozzáadni, meg kivonni likviditás, meg 13 dollár. Itt vannak a fő fogyasztók, látjuk, hogy a Uniswap az egyik legfőbb fogyasztó, a második, a harmadik, illetve a második a Tether, ugye a USDT stablecoinjával, és a Shiba Inu a harmadik, mert ugye az első két hely mindenkette Uniswapban, a harmadik a Shiba Inu, OpenSea, ugye OpenSea is, ha jól emlékszem, NFT platform, MetaMask, ott is a swapja, Shiba Inu, megint Shiba Swap, Axie Infinity NFT, szóval látod, itt vannak a nagy fogyasztók, ők eszik az Ethereumot, úgyhogy a Shiba Inu tranzakciók és a Shiba Swap rengeteg Ethereumot fogyasztott, és ilyenkor ugye sok tranzakció ugye várakozik és megemelkedik az ára, úgyhogy ezt meg itt tudod megnézni a Historical Gas Oracle Prices-nál, itt rámész, és akkor ki fogja írni, hogy hát múlt héten is magas volt, lecsökkent, aztán ugye megint magasabb, most nem tudom pontosan, hogy mikor indult a Shiba Swap, lehet, hogy múlt héten minden esetre a hír arról szól, hogy megemelte az árat, ami igaz is. Jó, Shibával többet nem foglalkozunk, oké. Másik érdekes hír, ugye Grayscale-ről sokat beszélünk, hogy a Grayscale a legnagyobb kripto befektető alap, egy trust. Ugye óriási mennyiség van, talán több mint 45 milliárd dollár fektettek már be kriptoba, és ugye most elindulnak az egyéb ilyen alapjaik, amilyen nagyobb alapjaik, például a Litecoin, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, és ezekre is közvetlenül az SEC-nek, az amerikai tőkepiaci felügyeletnek riportolnak, és ugye ez egy nagy erőre lépés, mert teljes szoros kapcsolatban vannak a felügyelettel, és ez azon mindenképpen segíthet abban, hogyha az SEC el fogja bírálni az ETF-eket, vagy engedélye az ETF-et, akkor a Grayscale-nek nagyon nagy esélye lesz arra, hogy az a 45 milliárd dollárnyi eszköz, amit ugye már kezelnek, azt átalakítsa egy ETF formában, akár ugye egyből el tud indítani egy Bitcoin, egy Ethereum, egy Litecoin ETF-et, és ugye így berobbanni a piacra. Szóval eddig is nagyon-nagyon ott vannak, ugye évi 2% a management fee-je, ezt feltétlenül nézd meg ugye a vasárnapi videóban, ahol ugye ezt mind ki is tárgyalom, volt itt egy ilyen jegyzet is, amit bemutattam, a diszkont, meg egyebek, és itt van, hogy 2% az éves management fee, ha most valaki ott 5 évig befektet, akkor kapásból 10%-ot kifizet a Grayscale-nek, illetve ugye van a Grayscale-ről egy a buybt.com-on egy egész sok minden infót meg lehet itt tudni, itt látod az alapokat, Bitcoinban van 22,3 milliárd, Ethereumban 6,7 milliárd, Ethereum Classic-ban 612 millió, Litecoinban 207 millió, és itt látod a prémiumokat és egyebeket. Például Litecoin most 521%-os prémiummal lehet venni, elképesztő, hát a Bitcoin azért ekkora kilengések nem szoktak lenni. Oké. Jó, ez a Grayscale News, azt gondolom ez egy fontos hír, de most ugye többet ennek nem fogunk tulajdonítani. Nézzünk rá a Twitterre, mert ugye itt posztolgattam meg, és sok mindent, és szerintem van egy-két érdekesség, amit megmutatnék. Igen, szerintem ezt már lehet, hogy tegnap néztük. Ugye a kék az új Bitcoin userek növekedése, mikor parabolikus, és ugye utána eléri a topot, és visszaesik. A fekete a Bitcoin ára, és nagyon-nagyon különleges, mert a Bitcoin ára mindig emelkedést, és amikor elérte a topot a Bitcoin ára, akkor volt top az új user szám is. Most meg esik a Bitcoin ára, emelkedik a user szám, igaz, hogy nem olyan parabolikusan, mint amikor ugye toppolni szokott, eléri a csúcsát a Bitcoin ár, úgyhogy ez a Will-től van. Egyébként egy 19 éves rás, de elképesztő. Ugye ezt néztük, ez a másik, amit ugye vizsgálgattunk, a buy-sell arány, akkor ugye a Plan B-nek a stock-to-flow modellje, ahol ugye azt mondja, hogy nem a 64 ezer volt ennek a Bika piacnak a teteje, ugye az ő legalsó indikátorja azt jelenti, hogy augusztusra 40, will not go below 47,
hogy augusztusra már nem fogunk 47 ezer dollár alá menni, azaz azt jelenti, hogy akkor 47 ezer dollár fölött leszünk augusztusra. Hát, hogy itt a felbontás azért ugye ez egy év, úgyhogy ezt nem nagyon tudom, hogyan mondja, de jelenleg Plan B azt gondolja, hogy a modell megy, és ugye ez nagy, a puding próbája lesz az evés. Nézzük meg ezt a másikat. Bitcoin halvingök, nagyon érdekes, ugye ez a legelső halving, utána a második halving, ez pedig a mostani halving. A sötét zöld a stock to flow X modellnek a célára, a világos zöld a stock to flow modell sima ára. És látjuk, hogy ahogy ezt elérte, utána ugye túl is haladta, ugye ezt látjuk, hogy mindig túl is haladta, viszont még messze nem értük el még a sima célárat sem. Szóval, hogyha hiszünk ennek a stock to flow modellnek, ami ugye árupiaci eszközökre van, például aranyra, meg amit ugye bányásznak, meg amilyen szűkös, és ugye itt egy eszköz megvan, hogy mennyit tudnak fölhozni, mennyi kerül forgalomba, mennyi a kínálat, hogy alakul a kereslet, és abból az eszközből akkor naponta, havonta mennyit tudnak kihozni, mennyivel nő a kínálat, ezt követi a modell, és az alapján hozza ezeket az ár előre jelzéseket. És jelenleg a pirosban vagyunk a mostani ciklusban, látjuk, hogy ugye ciklus időben, ugye ezek a hónapok, még alig vagyunk csak 14 hónap, ugye tavaly májusban volt, 14 hónappal vagyunk utána, de ugye egy komplet ciklus 44 hónapig tart, és ugye már ismered a kedvenc szivárványos csártot, és ahol be vannak rajzolva a halvingok, és ugye tudod azt, hogy azért ezeknek a halvingoknak megvan az íve, ugye ezt mutattuk azon az egyéb indikátoron, ami ugye egyre meredekebb indikátor kezd ellaposodni, úgyhogy lehet, hogy egy sokkal laposabb, de viszont elnyújtottabb, és később fog ez a top megtörténni, de még rengeteg időnk van a halving, következő halvingig, úgyhogy bőven benne van az, szóval nem gondolnám azt, hogy itt most lejövünk, és a következő halvingig lefele megyünk, szóval nem tudom. Te gondolod azt, hogy most innen a következő halvingig lefele fogunk menni végig? Mert ugye a halving előtt már meg kell lennie az aljának, és ugye utána van egy enyhe konszolidáció, de még nem egy full bika piac, hanem inkább egy konszolidáció. Szóval azt gondolom, hogy nem. Én hiszem azt, hogy ezeket a stock to flow szinteket el fog érni. Ez a 100 ezer dollár, ez nem is tudom hány ezer dollár, ez talán 500 ezer dollár, ezt nem ismerte ide, nem, ez a 288 ezer dollár, ez a másik, ez 288 ezer dollár. Ez egy nagyon érdekes csárt. Ez is a Plan B-től van, ma több érdekes dolgot láttam a Plan B-től. Erre volt nekem egy csártom, amit mindig szoktam mutogatni a grátis tanításokban. Apropó grátis tanítás, feltétlenül iratkozz fel a korion.io-s linken, amit ugye megtalálsz a leírásba, a grátis tanítást itt szoktuk tartani. Múlt héten volt a bitcoinról, inflációról, aranyról, miért a bitcoin, halvingokról, ciklusokról, telepítettünk bitcoin pénztárcát, megmutattam, hogyan lehet eladni, venni, tárolni, biztonságot beállítani, e-mail címet, nevet megadsz, és megkapod a Zoom webinár linkjét, ahol ezt tartjuk. Oké, ott mindig el szoktam mondani, hogy aranyban hogy néz ki, és ez a legjobb csárt, mert ugye aranyban kifejezve, nem az, hogy dollárban nézel valamit, persze nem olyan parabolikus a mozgás, mert ugye a dollár még az aranyjal szemben is ugye veszít az értékéből, nem az arany megy föl, nem az ingatlan ár megy föl, nem a búza drágul, nem a bitcoin ár megy csak föl, hanem a dollár értéke romlik, és ez nem csak az infláció, hanem az, hogy romlik az értéke. A 34 ezer dollárnál jelenleg a bitcoin 19 uncia aranynak felel meg, 1800 dolláros aranyárnál. Múltkor volt egy elemzés múlt heti videóban, hogy egy bitcoin egy uncia aranynak fog megfelelni, úgyhogy ez azt gondolom még arrébb van, és ugye látjuk azt, hogy vagy nem is tudom hány unciának, vagy 1000 unciának, na mindegy, ugye az arany mértékegységekkel nem vagyok képbe, jelenleg itt vagyunk, és ugyanúgy a stock to flow modell ezt valószínűsíti, akkor igen, akkor nem egy unciának fog megfelelni, hanem ugye először 100-nak, utána meg majd 1000 unciának fog megfelelni, mert az egyet már itt elhagytuk, itt bal oldalt van, csak nem vettem észre. Szóval, ha itt megnézed, akkor itt is látod, hogy szépen ment föl. Nincs ilyen leesés, hogy nem tudom, utána a 10-ről vagy a 19-ről lementünk egyre, és akkor eltűnt az egész. Van egy következő másik csárt is, ezt
Szerintem ezt lehet, hogy posztoltam a Telegramunkba is, azt majd mindjárt ránézünk ott, de akkor megnyitom itt. Ez egy nagyon érdekes chart, halvingok vannak itt, és érdekesen összehozták a decemberi. 2012. decemberi mélypont, 13, vagy bocsánat, igen, én benéztem, mert azt hittem, hogy a páratlan években van, mert ezeket néztem, de akkor ugye most így megnyitottam, látom, hogy nem. 2014-ben decemberi csúcspont, 2016-ban decemberben mélypont, 2018-ban december csúcspont, 2000, mikor volt? Decemberben ugye mélypont, illetve ugye vége a medvepiacnak, illetve újra ugye decemberben várhatunk 2022. decemberében ugye csúcsokat. Itt jelen esetben ez 500 ezer dolláros bitcoin árat mutat, és ugye itt van egy kis csatornánk, ki szokott lépni föl le, és itt vannak a halvingok, érdemes ezt megnézni, hogy ez a ciklusokat mutatja. Oké. Igen, 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 pontosan azt akartam mondani, szóval valójában páratlan évek, szóval, ha megfigyeled, páratlan év 11, 13, 15, 17, 19, 21. Szóval 2011, 2013, mind páratlan évben vannak ezek ezek a nem tudom, ciklus hullámok, amiket itt bejelölt, de értelemszerűen itt mondjuk 2018 decemberében volt, szóval nem értem, hogy miért 2019 december, na mindegy, valamiért ott ennek a blokknak akkor van vége, mondom, akkor lépjük át azt a szintet, ami ugye utána átlépünk ugye a zöld territóriumba, ami azt jelenti, igen, átlépünk a zöld territóriumba, ugye azt jelenti, akkor onnan jön a bikatrend, eddig volt a medvetrend, utána jön a bikatrend, és ugye jelenleg még a zöld territóriumnak még picivel több, mint a felében vagyunk, úgyhogy ez alapján is van hova eljutni. Nézzük meg, hogy néznek ki, hogy itt vannak, ezt is megosztottuk a Telegram csoportban. Feltétlenül, hogy erre a Telegram csoportban mind a kezdők, mind a haladók nagyon jól elboldogulnak, kapnak információt, egymásnak is segítünk, úgyhogy gyere bátran. Egy érdekes csártot látok itt még, csak most ezt valamiért a másik képernyőmön nyitotta meg, amit nem tudok idehozni, nem tudom miért, mindegy, nem tudom idehozni. Nem tudom ezt most nektek megmutatni, szerintem nem mutatja. Ha esetleg látod, akkor ugye maga azt mutatja, hogy 2020-ban, szeptemberben hogy nézett ki a bitcoin, ott is volt egy ilyen week-off akkumulációs, utána egy nagy beesés után konszolidáció, és egy ilyen háromszög, amiben kb. Most vagyunk, és ugye utána kitört, és ugye megindult a nagy bika piac. Nem tudom, hogy ez látszódott-e vagy nem, mert a másik képernyőmre vetítette ki. Bocsánat, közben itt meg át is ugrott a másik csetünkbe. Szóval, úgy itt láthatod, hogy ez hogy nézett ki, és akkor a kérdés az, hogy ez most ugye fölfele fog kitörni, vagy lefele fog kitörni, érdekes egy hasonlóság. Jó. Oké, nézzünk rá, hogy hogyan állunk a TradingView. 32.460, ugye, mint látjuk, 30 ezer és a 41 ezer dolláros sávunk működik. Ennek nagyon beszűkültünk a közepén, nagyon lecsökkent a volatilitás, nem mentünk már a sáv egyik végétől a másikig, mint korábban, hanem így beragadtunk az alsó középvonalába, és hétvégén már ugye lecsökkent, csak 700 dollár mozgolódott itt, szóval nagyon alacsony volt a volatilitás. Most innen letörtünk, ezt a háromszög aljából itt kitörtünk. Ugye ez lehet egy hamis kitörés, lehet egy valós kitörés is, értelemszerűen érdemes megvárni, hogy mondjuk visszatesztelje háromszög tetejét. Ha lefele fog folytatódni a háromszög, akkor 25.600-as célárat mutat, ugye a háromszögnek ez a rövidebb oldala. Ha fölfele törne ki, akkor 41.500 lenne körülbelül a célár, de én azt figyeltem meg most az elmúlt időszakban, hogy ezek az alakzatok minták, mivel nincsen trend, nem ilyen tök oldalazás van, meg nincs valójában trend, sem lefele, sem felfele.
ezért nem igazán szokták elérni a célárat, de érdemes nézni, mert ha leftörünk ki, akkor jó esélye mondjuk lemegyünk a 30 ezer dollárig, azon, hogy mindenképp, és ugye ott eldől a kérdés, hogy a medvéket lenyomják-e a bikák, azon itt azért egy komoly keresleti zóna lesz, és komoly vásárlások jönnek, de tudjuk azt, hogy nem hiába JP Morgan, Guggenheim, stb. Olyan jóslatokkal jönnek ki, hogy a bitcoin 25 ezer, hiába ugye mondták azt, például a Guggenheimről ugye tegnapi videóban beszéltem, decemberben, januárban 400 ezer, 600 ezer dolláros bitcoinról beszélt, most meg arról, hogy 10 ezer és 15 ezer dollár. Hát persze, mert ugye a decemberben azt akarta, hogy ez pampolódjon frankon, menjen föl, és föl is ment, fölment 20 ezer dollárról, 18 ezer dollárról, fölment 65 ezer dollárra, ha náluk volt, akkor frankon eladta, most meg ugye milyen jó lenne, ha lemenne 15-re, mert akkor megint be tudna vásárolni a decemberi szinteken. Úgyhogy ezért is mondom, hogy mindig azt nézd, amit csinálnak, ne csak azt, amit mondanak, illetve amit mondanak, azt próbáld lefordítani, hogy mit csinálhatnak ezek a nagy játékosok, mert azért ők komolyan tudják manipulálni a médiát is, és ugye mindig érdemes, hogyha valamit nagyon szidnak, meg valami nagyon nem jó, meg valami nagyon esni fog, akkor valószínű, hogy azt nagyon szeretnék, hogyha tényleg lemenjen arra a szintre, és ott szeretnének bevásárolni. Nem azért mondják, mert egyébként teljesen érdektelenek. Amikor meg ugye 400-600 ezer, akkor ugye azzal lehet a kis befektetőket hűíteni, akik ugye azért csak nézik a nagyokat, hogy mit mondanak, és hogyha most kijön egy 400-600 ezer dolláros jóslat, persze, hogy mindenki rohan és hirtelen bitcoint vesz, mert ugye sokan vagy nem adnak meg időt, hogy ezt mikorra mondják, vagy éppen, hogyha meg is adnak, akkor ugye aki egy picit elvakult az ár előrejelzéstől, az lehet, hogy meg sem látja, hogy ez mondjuk nem tudom, 10 év múlva, vagy 5 év múlva, vagy 2 év múlva lesz ez az ár. Ugye én is mondok árakat, de semmit nem kell nekem sem elhinni, mindent kutasd ki magad, és cselekedj annak megfelelően. Jelenleg továbbiakban is akkor benne vagyunk ebben a háromszögben, meglátjuk, hogy ebből akkor hogyan fogunk kijönni. Minden esetre, ha shortot indítasz, akkor azért érdemes betenni stop loss majd itt mondjuk legalább egy picivel följebb, meglátjuk, hogy innen ez le fog érkezni. Ethereum egy picit rosszabbul néz ki, elhagytuk a 2000 dolláros szintet, lement 1940 dollárra. Lehet, hogy az Ethereum még tovább folytatja az útját, mert ez a lefele tartó lefele megy, picit oldal, azért próbál erőgyűjteni, de lefele megy, törte ugye a Fibonacci szinteget is, azt mondom, hogy jó eséllyel lemet az 1730-as szintre, ami ugye korábbi alja volt, és onnan elpattalt, viszont hosszú távra mindenképp azt gondolom, hogy az Ethereum ezeken a szinteken tényleg egy leárazás, és egy nagyon frankó leárazás, 2000 dollár alatti Ethereumot venni, ez szerintem frankó leárazás. Bitcoin short a Bitfinexen, hogy délután még csak itt voltunk, most úgy látom, megint megugrottunk egy picit, úgyhogy nyitódnak az új shortok, Ez ugye jel arra is, hogy a befektetők le akarják nyomni, és ezek a nagy bálnák, ezekkel a nagy short pozíciókkal valószínűleg le is tudják majd nyomni a bitcoin árát. Szóval amíg ezek a shortok ilyen magasak, addig arra számítok, hogy továbbiakban is itt lefele fogunk csorogni, és ezekkel a shortokkal tudják az árat manipulálni. Meg nem csodálkoznék egyébként, hogy kijön egy csomó rossz hír, ezen se csodálkozni, de értem, szerintem majd tudod, hogy ezeket hogyan kell megemészteni. Többi altcoin szép pirosban, nem sok minden van pluszban, de ez egy olyan nap, amikor hosszú távra érdemes gyűjtögetni, rövid távra kereskedni, meg egyelőre kivárás, mert éppen nincs irány, és ugye kell, hogy kapjunk egy irányt, hogy ez a 30 ezer dolláros és 41 ezer dolláros csatorna mennyi lesz, mert vagy menjen le 25-re, és akkor utána történjen valami, vagy menjünk fel 41 ezer fölé, és történjen valami. Szóval ugye ezt tudjuk, hogy ez egy idegtépő, de a bitcoin ezt azért csinálja, mert ez az akkumuláció, és valójában a hosszú távra felhalmozó bálnák így halmoznak föl, és ezzel a kereskedési metódussal a legtöbb emberből kirázzák a bitcoin, mert annyira elkeserednek, annyira megunják ezt, annyira belefáradnak, hogy a végén eladják a bitcoint. Lehet, hogy valaki
még itt fölpattan, lepattan, leszúr, és majd lehet, hogy valaki itt fog eladni, akkor pattanak el az idegei, de te, aki képzett vagy, itt vagy, tréningelve vagy, tanulsz, te tudod, hogy a bitcoint nem adod el, mert hosszú távra ugye ez egy monetáris bázis, ami az átalakuló pénzvilágban egy biztos pontot jelent. Annak ellenére, hogy rövid távon persze tudjuk, hogy rendkívül volatilis. Oké, örülök, hogy itt voltál, feltétlenül nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, hogy megkapd egyből a figyelmeztetéseket, vagy notification-öket, amikor élőben jövök, vagy feltöltök egy videót, és kérlek, kommenteljél valamit, sziasztok, jó a stream, köszi, mikor apad ki a piac annyira, hogy már ennyi dugassunk fölfelé, ez jó kérdés, lehet, hogy ez eltart egyébként nyárig, nyár végéig, de az is lehet, hogy szeptember, október, és akkor már elpattannak a húrok, szóval ez egy ilyen türelem játék, de úgy értem szerint a holding, az egy türelem játékról szól. Mindig lesz, aki beönt, hát igen, mindenkinél van, amikor van, akinek elszakad a húrja, meglátjuk. Örülök, hogy itt voltatok, feltétlenül kommenteljetek, örülök, hogy adtok feedbacket, és holnap találkozunk. Sziasztok, csodaszép estét, napot, reggelt!